Start! Start elindult a szombati hügető, a nyeretlen verseny első részével, gyengébbik részével. 1001 jég galoppozott még a start előtt, sikerült őt letenni, de nagyon-nagyon messze. Vegyesen indul ez a viszonylag kezdőnek mondható mezőny, és Eposz, aki első versenyben hibázott, a kvaliban viszont jól ment, tudja tartani egyelőre a falat, Easy Bettel az egyik favorittal szemben. Kívülről Éden Evónak is óriási a lendülete, relatíve perce, Dulcás Lányka sem kezdett rosszul, Evita Peren is ott van, Excellence hibázgatott a háttérben, Eperkebrék próbál zárkózni, nem igazán tudott oda menni az autó mögé, és legalább 40 méter a hátránya többiekkel szemben. Hát Éden Evo egyelőre úgy közlekedik, mint aki nem ebbe az osztályba való, mert nagyon-nagyon stílusosan ére robog, borzalmasan frissnek tűnik, de talán túl frissnek is tűnik, mert akkor, amikor egy kör van hátra, elugorja magát Éden Evo, úgyhogy Eposz visszaörökli tőle a vezető pozíciót. Eposz tehát vezetni tud, aki sikerrel kvalifikált, aztán legutóbbi, tehát bemutatkozó versenyében hibázott, egyelőre rendben az élen tud ügetni, ő diktál a tempót, majd mögötte láthatjuk Easy Bettet, amint megy fölfele. A rutinos Durcás Leányka jelen pillanatban a harmadik pozícióban versenyez, őket pedig aztán követi Evita Peron lemaradva. Hát eléggé vegyes képet mutat a verseny. Ugye a most támadó Éden Evót legjobb tudomásom szerint kidobták már a versenyből, úgyhogy Eposz a valódi vezetője ennek a versenynek, majd Easy Bett van mögötte, a harmadik pozícióban pedig Durcás Leánykát láthatjuk futni jelen pillanatban. Akkor, amikor közelítenek az utolsó kanyarhoz, Eposz vezetni tud, eddig még nem hibázott, aztán mögötte ott van Easy Bett, illetőleg Durcás Leányka. Vezet tehát Hajnal Tibor, a Leposz még hozzá nagyjából 4-5 hosszal, 4 favoritból 3-an lehetnek ott a dobogón, hogyha hiba nélkül fejezik be az utolsó 300 métert, hiszen Easy Bett a második, és Durcás Lányka indít el egy hajrát, zárkózóban van, és ez ezüstöt feltétlenül elcsípheti. Na, de a Teposznak is van még hát a 300 méter, ugye Éden Evo előtte van, de mindig az akkor őt valóban már diszkvalifikálták, úgyhogy Eposz fordul elsőként az utolsó nagyjából 100-120 méterre, csökken azért az előnye, mert közelítenek rá a többiek, Durcás Lányka már ott van a második helyen, Easy Bettet előzve, Eposzra azonban nem nagyon lesz veszélyes. Eposz Hajnal Tiborra pályafutása második versenyében már győz, mögötte Dulcás Lányka a második, Easy Bett a harmadik, aztán érkezik Eperke, illetve hibája ellenére Evita Peron futhat talán még pénzért, ugye verseny közben 1001-ét és Éden Evót diszkvalifikálták.